És hogy miért vágtam bele egyáltalán ebbe a jó kis bodzás történetbe? Nagyon egyszerű amúgy a válasz. Eredetleg rengetegféle gyümölcs virágzott ugye tavasszal, és én abból akartam valami tiszta szilva, vagy tiszta akármilyen párlatot készíteni. Csak hát az időjárás rohadtul megviccelt engem is, mint sok mindenki mást is. Itt a környékünkön minden lefagyott a faszba, semmi nem lett. Nagyon gondolkoztam, hogy mondom, valami különlegességet csak kellene idén is csinálni. Jössze hosszas gondolkodás után, ami kb. Egy sörivásnyi idő volt, szemültött minden, hogyha csinálnék fekete bodzából párlatot, mi soha nem csináltam. Inkább elmondom a tapasztalatokat. Üdv mindenkinek ezek a csodálatos reggelem. Ma nem komlót jöttünk nézni, hanem ezt a jó kis fekete bodzát. Tehát erről van szó. Erről tudni kell, hogy mennyi szúnyog van. Tehát tudni kell róla, hogy ez amúgy ehető, amíg így lefele jön, és erősen fás szárú a, hát az ágai meg a törzse. Ebből a jó kis fekete bogyóból a kísérletképpen készítek egy jó kis bodza pálinkát. Hála az égnek most jó sok van ezen a részen, úgyhogy én lehet, hogy mindjárt le is szedek, hogy elkezdem szedni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Először is a cefrézésnél. Hát az a 30 liternyi cefre, az hát én osános szatyorra, közepes osános szatyorba szedtem. Utána én azt kézzel bogyóztam le. Tehát az egy nagyon jó időtöltés gumikesztyűbe. Mert amúgy mindent befog, így is befogta a kezemet, mert valahol átütött, lukas volt, nem tudom. Az nagy szopás. Ez a fajta bodza, amelyik ugye látszik, hogy ez nem fás szárú annyira, inkább ilyen lágy szárú növény, és ez is bodza, viszont ez mérgező, ez a fajta. Akkor így beérik, ez végig így fölfele áll. Ez mérgező. Aki, hogy régebben ebből is csináltak lekvától elkezdve mindenféle pitty-fenét, de az enyhe mérgező tulajdonsága van, gondolom, hogy a hasmenést meg gyomorfájásokat tud okozni. És ez egy magában van, tehát egy törzs, és a legvégén van egy ilyen. Úgyhogy erre figyeljünk, amikor bodzát szedünk. Lepálás előtt 3 héttel ezelőtt csináltam az első felvételeket, akkor kezdtem el szedni. Bogyózásról nem csináltam, mert technikai háttér miatt, tehát tényleg mindent befog az a bogyó. Arról nem csináltam, de az egy nagy szopás volt. A cefre meglepően jól leerjedt. Meg is lepődte, hogy 20%-os alkoholtartalma van. Hozzáadott cukrot nem tartalmazott amúgy.
Hát már elkezdett melegedni a fekete bodzánk. Hát most már szépen melegszik. Jó. Hát itt még minden hideg, rendszer feltétve rákészül. És most várjuk a csodát. Mielőtt valaki megkérdezi, hogy hogyan bogyóztam le kézzel. Ezért lett csak 30 liternyi cefre. Hozzá lett még öntve kb. 10 liter víz, úgyhogy most van kb. Így félig. Jó, hogy mit kéne nézni. Ez szépen itt már fel van melegedve az egész cső, jó forró. Már illatozik itt a párlat, és most azt várom, hogy megjelennek az első cseppek. Jó forró cucc. Az összes cső minden szépen fel van melegedve, és most várom, hogy elkezdje csöpögni. Gyötlemes illat van. Ez az. Erre cseppegy. Erre van az állványom. Hát ott akadatjunk a történelmi eseményekről. Lehet, hogy kellene egy forgatócsoportot bérelnem. Tökéletes. Szinte Spielbergi rendezés. Most már csak másodpercek kérdése nektek. Főső páracső teljesen tűzforró. Fogál, hát nem nagyon lehet megfogni. És most várjuk, hogy meginduljon. Jó illata van. Mindjárt megindul a fekete bodzó, ha ezt eszünk. Juhé! Ez a lárítjentés után kb. Egy órával járunk, úgyhogy teljesen jó a történet. Jó illata van nagyon. Nem várok túl sokat, tehát hogy 1 liternyi kész párlaton lesz a 30 liternyi bodza cefréből, akkor már elégedett vagyok. Úgyis azt mondják, hogy a bodzából olyan túl sok párunka nincsen. 100 liter cefréből. Hoppá, is megindult. Szépen lassan csepegve. Jó, egy gyors mérés. Végül is, hogy mennyire indult meg. Hopp. 60%-kal indult meg. Ez nagyon jó. Na, ez nem bát eredmény. Nem tudom, mennyi az lesz várható ebben a 30 literből. Szerintem egy ilyen 3 liternyi összejön, akkor én már elégedett leszek. Hát nem tudom, mennyi lesz. De hát mindesetre biztató. Ilyen szépen indult meg. Életem első bodzája. Az lesz lepárlás, de nagyon fontos, hogy hát itt nem kell semmit más csinálni, csak minél több alkoholt kinyerni a cefréből. Én általában azért 10% alkoholtartalomig szoktam párolni a cefrét, és utána én leállítom, utána már mehet finomításra. Úgyhogy az első lépésünk egy jó alsz lesz, minél több alkoholt kigyelni, és
Semmi több. És látjuk, ahogy a cseppek egyre jobban besűrűsödnek, szinte lassú folyással. Ez így, ahogy látjuk. Ez úgy, ahogy a nagy könyve meg van írva. Az enyhetyom már rendes vékony sugárba folyna, de én ezzel is megelégszem. Úgy egy csövet kell nézni, már vagy egy perce, vagy ki tudja mennyi ideje. Na szépen megindult. Mindjárt vált folyásra, vékony sugárban folyni fog. Sima, tökéletes folyás elméletileg. Így kellene szép lassan, vékony sugárban folynia. Ilyenkor van a rendszer tökéletes összhangban. Szép látvány. Tehát a 30 litert felöntöttem kb. 10 liter vízzel, amúgy nagyon sűrűnek tűnt nekem. Nem égett le, abszolút nem égett le az üstbe. 10%-ig le is vittem, úgy lett kerek 2 liter. 18%-os alkohol tartalmú alszeszünk. Én ezt vissza se higítottam. Tehát ez így ahogy van ebbe a 2 liternyi alszesz mennyiségbe ment is a kis kuktába.
Nem tudom még, hogy fogom megvágni a felvételeket, de hát egy kb. 20 perc alatt, tehát a forrás utána, hogy elérte a hőmérsékletet, 20 perc alatt lejött az egész. Egész középpárlat. 70 alkohol fokkal indult meg. Nem egy izmos, tényleg nem. És hát lement 40 alkohol százalékig, ahol jöttek az utópárlati tényezők. És a részeredményünk az 400 ml 60 százalékos alkohol. Most én ezt vissza szeretném higítani egy 50 százalék alá. Hát ugye kezdetben csak 50 ml-t küldök bele. Még jó is. 48. Kicsit összekavírnyáztam. Így. Mintát veszünk. Jó. Hát ez így most 53. De elmondó vagyok, hogy még egy 20 ml, 25 ml-nyi vízzel nem lesz baja. Kitárázzuk, úgy adunk hozzá még 25-öt, mondjuk. Ez jó, 36 lett, teljesen mindegy, akkor ez lesz a vége, 35. Megint össze kavírnyászom. Rámérünk. Nagyon jó. Kerek 50. Tudod, mit felejtettem a szűrőt. Annyira nem rossz. Akkor egy kicsit zavarosabb, mint ami szokott lenni, de hát viszont betudom, hogy a különleges növényből készült. Mennyit rucsmákat fogott fel. De elég sokat. Elég sokat, bár lehet, hogy semmi nem fel. Látszik, hát rengeteg rucsmákat felfogott. Kicsit zavaros egyébként, zavaros volt a középpárlat, bár miután átszűrtem, egész jól kitisztult, valószínűleg rengeteg kozmolaj lehetett még benne. És hogy kellőképpen elbúcsúzzak egy időre. Szűrés után egész tiszta lett. Az alig 50 fokos párlaton. Intenzív íze, illata van. Hát az íze majd mindjárt kiderül. Úgyhogy egészségünkre. Ez ki
különleges tud. Fél liter, ennyire megérte a kínlódás. Kurvá, most vagyok. Na jó, egészségünkre.